Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus egyszer Tírus és Szidon vidékére vonult vissza, itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállt meg, tudomást szerzett róla, oda sietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony szír-föniciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy üzze ki lányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította, hadd lakjanak jól előbb a gyermekek, mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét és a kiskutyáknak vetik. De az asszony így folytatta, igaz uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak. Jézus így válaszolt, szabad jutalomként menj. A gonosz lélek elhagyta lányodat, amikor hazaért lányát, az ágyon fekve találta, már elhagyta a gonosz lélek. Kedves tévénézők, kedves testvérek, látjuk, hogy itt egy pogány asszony, az akkor életben gondolkodó életben a pogány asszony kéri Jézustól, hogy gyógyítsa meg az ő lányát, de azt is látjuk, hogy nagyon határozott, nem akarja elengedni Jézust azokról a lehetőséget nem akarja kiengedni a kezéből azok után, hogy Jézus válaszolt neki. Sőt, láthattuk, hogy keményen vissza is utasítja, arra hivatkozva, hogy a küldetése nem máshoz szól, hanem Izrael népéhez. De mégis az asszonynak a mélységes hite, és az, ami a legfontosabb az életünkben, a mélységes alázata, meghatja Jézust, és meggyógyítja a gonosz lélektől a megszállt leányzót. Ez a csoda már előre jelzi, hogy a pogányok is részesei a megváltó küldetésének, és azt, hogy milyen nagy ereje van a közben járó imának, hogyha tényleg hittel és alázattal fordulunk Jézushoz. Amen.